Meditációra, ugye a mai nap után lehet, hogy az jó is jön, sokat hallottunk, és akkor ilyenkor levezetésképpen talán jól fog esni egy közös zenés gyakorlat. Nos, akkor engedjétek meg, hogy ráhangolódásként egy rövid és közismert mantrát énekeljük, nem is annyira énekeljük, semleges hangon szokták így rám ezt Omkárát. Ezért most azért, hogy rá tudjuk hangolódni egy kicsit a meditációra, ezt a Om akárassa, ukárassa, makára, ukka, mátrakam, paramananda, rúpassa, sicsetel magam. Akára, ukára, makára, három hangol áll, és kiejtve, akkor Om. És ez az Úr, a legfelsőbb személyiségnek a személytelen aspektusának a képviselője. Ezzel kezdjük, hogy akkor kellőképpen tudjunk ráhangolódni, elmélyülni. Csak egy tamburát fogunk segítségül hívni. Szeretnék kérni mindenkit, hogy itt pár percben ezt vibráljuk, csatlakozzon, és ezt a hangvibrációt akkor vibrálja belünk, egy közös meditációként. Lehet, egy picit el is sötétítünk így közben, és kérek mindenkit, hogy közösen próbáljuk meg akkor az Om mantrának a recitálását. Oh.
Köszönöm szépen. Nos, elsőként, szintén áldást kérő mantraként elénekeljük közösen a Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Ez egy nagyon közismert mantra, amelyet hát sokan ismernek, és a jelentése az, hogy tisztelet és hódolatomat ajánlom a legfelsőbb személyiségnek, akik Vasudevaként is ismernek. Ez a mantra még szintén a bevezetése, vagy a Mangalácsaranához, a kedvező invokációhoz tartozik, a ráhangolódáshoz. Ezért szeretnénk így kicsit jobban belevonni mindenkit. Előre fogjuk énekelni ezt a mantrát, hangszerekkel is fogjuk kísérni. És szeretnénk kérni, hogy mindenki próbálja meg visszaénekelni. Ez egy közös kísérletet lesz. Előre énekel a dallamot, és aztán pedig utána a kórus elismétli. És hogyha figyelmesen vibráljuk, akkor minden bizonnyal így szépen fogunk tudni a további jobban koncentrálni. Akkor próbáljuk meg hát együtt ezt a következő mantrát. Itt olvasható, nagyon szép Devanagari betűkkel is ki van megírva, Sakta betűkkel is. Szóval, hogyha valaki nem tudja a mantrát, akkor itt tudja a hátunk mögött olvasni. Akkor próbáljuk meg. Oh,
ez igazából nincs szükség semmilyen különleges adottságra. Ezért mindenkit így biztatnak, hogy legyen bátor, nem kell tudni hozzá zenélni vagy énekelni. Igazából csak szívre van szükség hozzá, hogy akarjuk csinálni. És hogyha őszintén énekeljük, akkor a szívben minden, ami bajt okoz, megsemmisül. Ezek a szent manták, amelyek a lelki világból származnak, képesek a szívet teljesen megváltoztatni. Jó jellem nyilvánul meg, és a szívben szunnyadó Isten szeretet életre kell. A következő mantra, amit fogunk énekelni, nagyon rövid, talán egyszerűbb lesz a dallama is, mint az előbb, amit hallottunk, mert olvashatunk, elég van. Jaya, Rathe, Shyam. Jai, vagy Jaya azt jelenti, hogy győzelem, vagy dicsőség. És persze a legfelsőbb szemét dicsőíti ez a szó. Shyama, vagy Shyam, az Istennek a neve, akinek a teste sötét tónusú, a ragyogása sötét tónusú. Néha egy gyönyörű kék zafírhoz hasonlítják, néha pedig egy esővízzelteli monszunfelhőz. Így a legfelsőbb személyeknek az alakja, ez a sötét árnyalatú, mondjuk esőfelhő, akkor úgy hívják, úgy szólítják őt, hogy Shyam. Rádé, mi maga a szeretetnek a személyisége, a megtestesült odaadás. Soha nem érhetjük el az Urat, aki legyőzhetetlen, nélkül az odaadás nélkül. És csak annak adja oda magát, aki szertette erre az odaadásra, mert a szeretet az legyőzi őt, aki legyőzhetetlen. Ezért amikor igazából Isten dicsőítjük, hogy Jai, akkor előtte mindig azt mondjuk, hogy Rádé, Rádé Shyam. Mert megszólítjuk a szeretet személyiségét, hogy áldja meg a szívünket a szeretet fő áldásaival, és akkor elődik Isten Shyamát. Ez lesz a következő mantra, amit énekelünk. Egy egyszerű dallama. Kérek mindenkit, hogy úgy, mint az előbb, akkor bátran vegyen részt, és ne szorongjon. Azt kérem mindenkit, hogy legyen békés. Még érzékelünk itt egy kis aggodalmat, így nagyon finoman, de nincs miért aggódni. Ezek a mantrák elpusztítják a félelmet. És ezt fogjuk is tapasztalni, amikor átadjuk magunkat az éneklésnek, akkor a félelem nem találhatják. Akkor ez lesz a következő mantra. Lehet, hogy próbáljuk meg, hogy milyen, hogyha nem érnek ezek a lámpák, lehet, hogy ez a projektor is elég Attila, akkor kérlek, hogy egy fénypróbát így csináljuk, hogy... Jó. Hogyha senki nem fél, akkor nekem nem látnak benneteket most, már csak hallom a nevetést, hogy talán akkor... Most viszont megvakult a kamera. Jó, akkor visszakapcsolatjuk. Akkor hát próbáljuk meg ezt, jó? Jaya Radhe Shyama, Jaya Radhe Shyama, Jaya Radhe Shyama, Jaya Radhe Shyama. És akkor most együtt. Jaya Radhe Thank you.
Yeah.
Igazából a védák magyarázzák, hogy mi kik vagyunk, hogy mi az eredeti azonosság, az identitásunk, a lélekünk. De mi elfeledettük. És ez a feledés, ez már nagyon-nagyon sok életet tart. És amikor a Mahamantrát énekeljük szívből, akkor fölébredünk. Úgy, ahogy az álomból ébredünk, ébred rá a valóságra. Hasonlóan, amikor a transzcendentális hang betör valakinek az életébe, ami olyan, mint egy álom, akkor akkor képes megérteni, hogy ki valójában. Amikor a lelki szemei kinyílnak valakinek, a mantra énekésnek a hatására, a transzcendentális tapasztalat útja megnyílik előtte, akkor képes legyőzni a végzetét, képes legyőzni a halált, mert az élő lélek számára nem létezik az ismétlődő születés és halál. Szóval, akkor egy utolsó erőfeszítésként
Remélem, nem az lesz. Akkor mindenkit kérünk, hogy énekeljen velünk, a látható, a Mahamantra hátunk előtt. Ezt az imát fogjuk énekelni, és akkor ebből próbáljuk meg mindent így feletelni. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare. Hare Rama, Rama Rama, Rama Rama.
Hare Krishna,
Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare.
Köszönjük, hogy elmutattuk a ma délután, szállasszuk ki a magától, legyen mindenki boldog. Köszönjük a figyelmet, Hare Krisna.